Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Suri vagyok, és ez a mai egy nem megszokott videó lesz, hiszen nem gameplay, hiszen nem olyan tartalom, amit ezen a csatornán megszokva láttok, mondjuk mostában nem volt semmi, amit láttatok, de a mai téma egy nagyon fontos és egy nagyon közelálló álló dolog hozzám, és az egész Putnok teamhez, és az egész mindenki ez, aki ehhez kötődik. Szóval srácok, ma nem másra fogunk beszélni, mint egy régi barátomról, vagy régi barátunkról a Putnok teammel együtt, hiszen nagyon-nagyon régen történtek köztünk dolgok, de én úgy gondolom, hogy erről soha nem beszélt senki, se ő, semmi, sebeni senki soha sehol, senki nem beszélt róla, csak neki volt egy clickbait videója ugye róla, amiben gyakorlatilag semmit nem mondott el, illetve egy live -e, amiben úgy szint semmit nem mondott el. Úgyhogy úgy gondolom, hogy megértek ti, úgy az, mindenkiek mindenkinek a nézője, akinek valaha hozzánk köze volt, és valaha érdekelt ez a story, hogy tudjátok az igazságot, hogy kinyíljon a szemetek, és hogy tudjátok, hogy mi is van. Úgyhogy srácok, aki végig akarja nézni ezt a videót, annak jó szórakozást. Igazából nem várok semmit, szét lehet ez a csatorna, nem arra van nekem már, hogy flexeljek, hogy van 30k szobom, hogy én aktív videós legyek, hogy ebből éljek meg, vagy bármi ilyesmi. Én most fel akarom használni azokat az embereket, akik engem követnek, akik minket követnek, hogy felnyissam a szemüket, hogy mi is történik a hátuk mögött, miközben ők teljesen más látnak a felszínen. Úgyhogy jöhet ide egy hadsereg, kaphatok 1000 milliárd trillió diszlájkot, engem nem érdekel. Hogyha felnyitottam legalább három vagy öt ember szemét, ha legalább tíz ember elgondolkozott azon, hogy hé, van valami abban, amit mond, hogy hé, lehet, hogy ez igaz, akkor nekem ezt már megérte hanem akkor is, mert végre kiadom magamból azt, amit másfél éve tartogatok magamba, és végre elmondhatom az embereknek, hogy milyen is vagy te valójában. Igen, szóval a mai videóban Geriről fogunk beszélni, Geripsion, Konics Geri, Konics Gergely, kinek, ahogy tetszik. A lényeg az, hogy egy emberről, aki magát meghatározó személynek hiszi, de korán sem lenne ott az emberek nélkül, akik segítettek neki, hogy ott legyen ahol. Szóval srácok, az első pont, amiről beszélni akarok, az nem más, mint ez a, ez a folyamatos pénzéhesség. Tehát ez a... Mindjárt el, elmagyarázok nektek pár történetet, elmondok nektek pár történetet, hogy mik is voltak, meg mik is vannak, amit illet, nem vesztek észre, de aki egy kicsit komolyan belenéz ebbe, az, az észre tudja venni. Szóval Gerinek nemrégiben megnyílt egy lambox.hu nevezetű oldala, ami végül is lootboxokat árul egy külföldről behozott dolog, Uh, amiben különböző dolgok vannak, póló kursztatók, stb. 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 Nyilván lehet többféle dobozt kapni, nagyon jó promó, meg biztos tetszik a fiatal befolyásolható nézőknek, hiszen új dolog, és Gerinek ebben a feladat az, hogy promózza, hogy beletömje a kis nézőinek, a kis picike nézőinek a fejébe, hogy vegyél ezt, vegyél azt, a Lootbox annyira jó, ez, ez, ebben nyerni fogsz, százezer zsájpedet kapsz, szóval gyakorlatilag egy szerencsei játékra um, tehát is, hogy készteti a nézőit, de annyira nyomja nekik, hogy annyira próbálja beleöltetni a kis fejükbe azt, hogy ez egy jó dolog, és ez egy pozitív dolog, hogy az már szerintem undorító, és szerintem ez is legalább annyira rossz, mint hogyha egy gambling oldalról csinálna videókat, mert gyakorlatilag hasonló. Nyilván itt kapsz vissza egy fix összeget, de korán sem azt, amit kiadsz érte. Szóval itt vagyok én, 10 évesen, és nekem Geri a kedvenc videósom, és én minden nap a videóit nézem meg a streamjeit, bár azt nem tudom sokat, mivel 50 perc hosszúak, de hát értitek. Szóval minden nap az ő tartalmait nézem, és így egyszer csak feljön egy videó, hogy vegyetek lamboxot, vegyetek, én meg egyből tíz éves vagyok, nem gondolkozok, hogy neki lehet ebbe a mi hátsó szendék, hogy ő ebből csak haszont akar húzni. Ő valami újat bemutat nekem, és én tíz éves vagyok, én nem gondolkozok ezeken túl, futok anyukámhoz, és kérem, hogy vegyünk lamboxot, mert most jön a húsvét, vegyünk három hónapra előre, mert hát húsvét van, vagy névnapomra is egyet, és nem kapok belőle lófas, kapok belőle 2000 forint értéket, kapok belőle egy szarpólót, meg pár játékot, egy kulcstartot és egy, egy játékfigurát, és ebből kifizettem 10 forintot olyan dolgokra, amiket megkaptam volna külön is. De nyilván ez egy szerencséjáték oldal gyakorlatilag. A, a Lambox, maga a lootbox egy szerencséjáték, hiszen megveszed azért, mert lehet én leszek az egy legendás. Hát lehet én leszek. Lehet, hogy kapok egy iPad-et. Én majdnem biztosan mondom, hogy nincs is legendás box, nincs. Értitek? Gondoljatok bele, nekik ez hogy érné meg? Promózzák, hogy van legendás box, és kikölt, elköltenek 100 forintot egy iPad-re, hogy valaki megnyerje? Mi van, hogyha csak mondják, hogy valaki már nyert olyat, és soha nem nyert senki olyat? Szóval ez a Lambox egy lehúzás. Én övojdolnám, ha tehetném a helyetekbe, de ti tudjátok. Ti, ha ti Lamboxot akartok fizetni egész életetekbe, figyelj, good for you. Szóval srácok, szerintem itt jön a legundorítóbb történetem erről az emberről itt vagyunk 2017. július 20-án, 100 .000 feliratkozós, 24 órás live és 144.444 feliratkozós, 24 órás live, mert én ilyenekre emlékszek, mert én amíg nem Minecraft-od -ot végig ott voltam, emlékszek arra, hogy Gerypsonnak jött egy ilyen, egy ilyen, lehetősége, hogyha votozik, és egy, nem is kell votozni, hogyha egy votos linket promóz, akkor minden egyes votos regisztrációért kap 200 forintot. És ő azt úgy promózta végig, hogy mindenki, aki beregisztrál, a votos linken beregisztrálók közül kisorsa három terméket, ugye? És a regisztrálók között pedig nyer, egy, aki egy pulcsit, illetve egy toltartót, meg valami ilyesmi volt. Sajnos azokra már nem emlékszek, hiszen olyan jól meg lett csinálva a YouTube-nak a rendszere, hogy 11 óra 55 percén levágta, és nincs ki van róla vágva az egész. Na de, térjünk is a lényegre. Szóval úgy volt, hogy ha regisztrálsz oda, akkor ben vagy a nyereményjátékba. De, ez nem így volt, -e? nem, nem, A live végén volt egy botos sorsás, ami ezt be kellett a chatre, hogy bejelentkezz tényleg a nyereményjátékba. És aki bejelentkezett a votos linken, és épp nem volt ott a végén, az kiesett, ön, ő már nem, nem nyerhetett soha. Na, szóval ők is a három csodálatos nyertest. Három nyertest nyert, sajnos nem tudom kik, pedig felvettem volna velük a kapcsolatot, mert tudomásomra jutott, hogy soha nem kerültek ki hozzájuk a termékek. Pár hónap rá írtak a gerilla csoportba, hanem én már ki vagyok bannalva sajnos, de pár hónap rá írt oda egy kislány, hogy Geri, mert én nyertem a a terméket, és szeretném tudni, hogy megkaphatom-e valaha. És így beküldték ezt a modi csoportba, és így Geri beírta három nevetős és annyit, hogy hmm, volt ilyen amúgy? tehát így gyakorlatilag ennyire vette, és csak úgy megjegyezném, hogy ugye 200 forint volt per regisztráció, és ezren regisztráltak be a botos linkkel, szóval Gerike keresett 200 ezer forintot, és még egy 5000 forintos terméket is baszott kiküldeni konkrétan, de hát ugye a tisztesség, senki nem tud erről, én tudok róla, illetve a többiek, senki más nem, de most már mindenki tud, úgyhogy így régen volt, én tudom, de semmit nem változtál azóta. Pontosan ugyanilyen vagy. Tehát még ha nem is beszélünk minden nap, már pontosan ugyanilyen vagy. Tehát amikor mi összehelyeztünk um, így négyen, mint a Putnok Team, amikor mi külön váltunk, hasonló okok miatt volt. Azért, mert amik egy megváltozott. Ő volt az, ember, ő az az ember, aki elmondja a videóiban minden nap, hogy ő nem változtatja meg a pénzt, de vannak olyan videósok, amiket igen, 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 és ő az, aki csak a pénz érdekli, már nem érdekli az őt, srácok, hogy, hogy ti mit gondoltok. Tehát ha ő, van az a videója, hogy abba hagyná a videózást, mit tudom én, mennyi forintért. Hát persze, hogy abba hagyná. Tehát őt már nem érdekli ez, srácok. Most igen, jöhet majd a válasz videó, hogy ja, én titeket szeretlek, ja, én ő csak egy támad, igen, nem, nem, nem szeret titeket. Nem. Ő a pénzt szereti, és belletek van a pénz. Ezt vegyétek észre. Én értem, hogy ez 11-12 és fél nehéz felfogni, de bennetek van a pénz. Ti veszitek meg a gerillás termékeket, ti veszitek meg a lamboxot, ti veszitek meg a narancsos terméket, ti veszitek meg a daura normális terméket, és ti nézitek meg a berkis videókat. És ebből van a pénze. Úgyhogy csak a pénz miatt vagytok még ott, hogyha nem lett volna pénz, akkor ő már rég nem csinálná ezt karácsony előtt volt egy Xbox sorsás, és Gerilla a Team Gerillás vagy Gerilla Industries Instagramján is, aminek az volt a lényege, hogy egy hét alatt, aki rendel terméket karácsonyig, azok között kisorsa egy Xboxot, ami az ő Xboxa volt, de ennek a nyereményjátéknak szerintem soha a büdös életben nem lett vége, szóval szépen megvették a termékeket, a kis hűgerillák megvették őket, büszkén hordják, de a Xboxot soha nem nyert senki, hiszen egy ilyen ember, aki mindig magát fényezi, amikor meg valami nem jön össze, mindig magát sajnáltatja, biztosan csinált volna egy videót arról, ahogy valakinek kiviszi az Xboxot, mert hát az nézettség az pénz, hát hogy ne csinált volna, úgyhogy valószínűleg soha nem nyerte senki meg azt az Xboxot, de keresett pénzt, hiszen vettek termékeket, hát ha nyernek. Nos, a következő pontunk pedig az, hogy hogyan is történt ez egész? Hogyan is történt, hogy egy ilyen ember sikerhez jutott, és elérte azt, amit elért? Hát nyilván nem magától sikerült neki ez, hiszen az elején, mikor mi megismertük, volt kb. 10.000 feliratkozója, nézték ebbe 200 FIFA t Minecraftot live volt, csodálatos minőségben, de aztán beindult neki azzal, hogy Benny megtárt, Benny felkarolta. Benny, aki éppen a csúcsen volt a karrierjének, éppen nagyon sokan nézték, rengetegen nézik a videóit, rengeteg iratkoztak fel rá, úgymond felhúzta őt is. Addig a pontig, amíg Geribson teljesen nem hittel magáról, hogy ő ezt amúgy maga érte elő, ezt magának csinálta, és őt, őt azért szeretik benni nézői, mert ő Geribson és ő egy király ő egy kreatív egyéniség, aki nagyon egyéni meg ilyenek, igen gondolom. Szóval igen, Benny mesélt érdekes történeteket, hogy beszéltek videóötleteket, hogy megcsinálják együtt, Gerrison megcsinálta egyedül, stb. stb. Tehát nyilván az egyéniség az, az neki mindig is baj volt, nézzük csak az index Nézzük csak a címeket, vagy esetleg a videó ötleteket. Csomó helyen megtaláljátok, ugyanezt a koncepciót, csak éppen máshogy kivitelezve. És egy kicsit átalakítva a Gary modra módra, szóval kiabálva, káromkodva is, um, hát nem értelmesen beszélve. De hát nyilván a 11-12 éves nézőknek, akiknek ezt a tartalmat csinálja, ez bőven elég színvonal, úgyhogy vegyetek lamboxot. A viccet félretéve viszont, um, hogy hogy is kezdődött ez a Bennis dolog, ugye jóba lettek, Um, tehát tényleg azért voltunk jó a mert mi tényleg azt hittük, hogy egy őszintes játszókének jó szíve van, és nincsenek ilyen szándékai, mint amik most vannak És mi teljesen szívesen hívtuk játszani, teljesen szívesen mentünk rá játszani volt, meg mi is hívtuk Viszont volt egy videója ilyen emrégiben, talán tavaly év végén, hogy ő nagyon csalódott egy barátjába, mert ugye most ez, ez teljesen off-topic, off hogy ő itt nagyon kampányolt, hogy ő hashtag mi maradunk YouTube-on, ő marad YouTube-on, tehát nyilván a Twitch-en több a pénz a ja, Twitch-e, ugye? Én meg bekommenteltem egy Facebook posztja alá, hogy hashtag mi maradunk, kibannolt a gerilla csoportból, mert hogy én mit csinálok ott, hogyha én utálom, amúgy tényleg utálom, uh, illetve, hogy én hogy képzel kommentelgetni, meg miért szól bele az életében, mikor már egy éve azt se tudja, hogy mi van velem, ami szintén nem igaz, hiszen körülbelül mindig Benny streamet néz, amikor van, egy amikor épp van ideje, bedonételget, és én mindig ott vagyok, úgyhogy tud a létezésemről valószínűleg. És abban a videóban engem a célzott felém egy megjegyzést, az, hogy én mindig könyörögtem, hogy menjek a live mert meg ilyenek, tehát én elmondom neki, srácok, mi már akkor Benny live voltunk, Geri, Bimbo, meg én, amikor Geri még nem is volt, tehát mi már akkor ott voltunk, és, és Geri könyörgött nekünk mindig, hogy legyünk már mi is olyan csapata, mint Beninek vagyunk, hogy mindig megyünk vele játszni, mert olyan ször egyedül játszani, és ő könyörgött nekünk, és ő hisztizett mindig, ha nem mentünk, vagy ha egyszer rájöttek, hogy mi miért Bennyhez megyünk, tehát ő volt az az ember, tehát most eljetitek neki mindegy, de én, tehát én nem az az ember vagyok, aki most itt könyörögni fog azért, hogy menjek egy Gary Live-ba, tehát most már inkább azért könyörögnék, hogy még a készszeg ezek a torkomhoz sem mennék, tehát kérlek, állíthatsz olyan állításokat, amik nem igazak, de azért, érted, ennyire off dolgot nem tudsz állítani. Szóval ez olyan, mintha te azt mondod, hogy donate ez gyerekeknek, érted? Tehát soha nem tennél ilyet, a gyerekeket csak lehúzod. Soha nem segítenél a gyerekeken. Hogyha meg segítesz gyerekeken, az pont azért lenne, hogy kép, képmutató legyél, és azt mutasd meg, hogy te pont nem olyan vagy, mint aminek én most beállítalak, mert pedig pont ilyen vagy, aminek beállítalak. Nézzük meg, nézzük itt a Geri csatorna. Amíg Benivel voltak videók, nézték. Ahogy Benivel szétváltak, nem nézte senki, a kutya se nézte a világon, el kell kezdeni, persze, hát ne nézzel kihívást gyártani, tilos megmozdulni kihívást, meg saltobbi trest, nyilván azt nézték, mert azt mindenhol nézik gyakorlatilag, aztán ezt is megunták a nézők. Na akkor mi legyen? Csináljunk a barátnőmmel videókat, barátnőmmel, GTA barátnőmmel, cségó, nézik, mert nem én vagyok benne. Tehát Geri, Geri tudja azt, hogy ő nem egy olyan személyiség, hogy, hogy őt érdekelje bárki. Geri tudja, hogy ő nem az a személyiség, aki megfogna bárkit, ezért folyamatosan kell embereket keríteni maga mellé. És miután megunták Beát, ugye a barátnőjét, aki esetleg nem tudná, hát nyilván kellett keresni új embereket. Megtalálta Belki Krisztiánt. Belki Krisztiánnal csinált 20 videót, mindegyiket megnézték, hát nyilván látja, hogy úristen, mennyi pénz van ebben, már, már dollárra ikonra váltott a szemgolyója, de rájött, hogy a főnökének van két aranyos kisgyereke is. Szóval itt még ki is egy gyors Laurára és Normára, akik szerintem Geri legújabb szerzeménye az új nézettség farbolás igazából. Meg is nézhetjük, a Geri csinál egy szponzorált videót, hogy amivel csak ő van, 20, 30, 40 ezer, csinál egy videót, ahol a két kisgyerek van, Berki, hát egy nullával több általában, de hát nyilván ebből is látszik, hogy hogy az embereket már nem igazán érdekli Geri, de viszont ha más ott van, nyilván az, az um, sokkal izgatóbb az embereknek is. Szóval itt még nyilván ez, ez megint biztos info, de hát hihetitek vagy nem, de ilyenek is voltak, hogy Minecraft videós a túlélése, sokan nézték, és Geri mondta, hogy hm, amúgy nem, én nem bírom ezeket a srácokat, kicsit csúnyában mondta, vagy nem igazán vagyok el velük, csak, vagyis párok fura, meg ilyenek, de nagyon sokan nézik, úgyhogy hogy, hogy, hogy velük videót. És ez, ez nagyon sokszor előfordult, hogy nyilván ez, ez, a youtube on alapból nagyon sokszor előfordult, hogy szítsz valakit, aztán egy hét múlva vele van videót. Igen, és az különösen tetszett, amikor Geri kiposztolt egyet Erbencének a videóiról, hogy um, klikbétes címekkel nagyon sok nézettséget szerez, és akkor Geri is. Geri, Geri már azelőtt is klikbétel, csak ugye ő nem szerzett nézettséget, és ez így neki annyira nem ment. Rá két hétre Erbencél közös videót csináltak. Erbencél és Geri most kiderül minden. Tehát így két, két hete még elhordta mindennek, hogy egy szar, ő, is neki szara tartalma, ő klikbétes fos, mikor Geri pont ugyanolyan, és ezzel csinálnak egy közös videót. De erről is mondok mindent Geriről, hogy mindent a nézettségért és mindent a pénzért. Gyakorlatilag ez, a, ez, ez, ez szerintem ez a mottója a srácnak. És még ennek a, ennek a felmászós dolgnak a részére elmondom, hogy ugye mi is nagyon sokat, tehát Bimbo, Gary, meg én, meg néha Benny is, ugye, nagyon sokat voltunk a live-jaiba, gyakorlatilag minden live ott voltunk, de hát ugye tudjátok, én könyörögtem mindig, hogy ott legyek, de a többieket mindig hívta, de én voltam az egyetlen, aki könyörgött, nem ő hívott minket, én könyörögtem, bocsi, még egyszer elnézést, bocs, komolyan mondom, de arra, hogy most is a live um, nem úgy értem. Szóval voltak ezek a rengeteg live-ok, mentünk, nagyon-nagyon sok, 24 órás live -ok, 12 órás live -ok, 6 órás live -ok, random liveok -ok minden nap. És ez tartott másfél két évig, aztán úgy ugye elváltunk, és így rájött, hogy ő amúgy egyedül unalmas, ő egyedül nem tud, nem tud játszani. Na és ott hisz tizet nekünk, gyakorlatilag október vesztünk össze, decemberig minden nap rám, rám, meg jó nem minden nap, de egy héten három-négyszer rám írogatott, hogy nem akarjuk megbeszélni. Te is látod a csetet, hogy az van, hogy mi van suriékkal. Nem, nem akarod izé átbeszélni még egyszer? Léci, gyere föl, tényleg beszéljük meg komolyan. Ne legyél gyerekes, beszéljük meg. És ő volt gyerekes az idő alatt, mert ő nem fogta fel, hogy súlya van annak, amit csinál a csatornáján, és hogy még mindig ezt csinálja, és még mindig nem fogja fel. Szóval ő az a, ő az a kibaszott ember, aki, aki nem a pénzért csinálja, de csak azért. Tehát ő nem a pénzért csinálja, ő csak azért csinálja. Úgyhogy igen, elváltunk gerimesterrel, Bimból, és benyvel tőle teljesen. És nyilván rájött, hogy unalmas, kellett egy új tím, és össze is szedett egy új tímet, akik nagyon megosztóan jöttek oda a kis gerilla közösségbe, hogyha ezt ne lehetne nevezni annak, de szerintem nem lehet, ez inkább csürhe. Szóval nehezen ment, oda bementek a kis gerilla eléggé elutasítóak voltak az emberek, nyilván akik miattunk is voltak ott, azok eléggé, eléggé, furálták ezt az új helyzetet, hogy egyszer csak nem voltunk ott többet, aztán meg most már mások vannak ott teljesen, és teljesen más a live hangulata, de hát nyilván Gerinek változtatnia kellett, hiszen egyedül nem, nem tudta lekötni az embereket. És tudjátok, mi volt a kedvenc, a kedvenc Geri videós, az, az az őszinte hét. Az őszinte hét, ahol nem mondja el azt, hogy ő dohányzik. Azok a live-ok, -ok, amikor megkérdezik, hogy dohányzik-e, és belehazudja a képükbe, hogy nem. De az a kedvencem, amikor... Mondjuk nekem itt egy kép mondjuk itt dohányzik éppen. Meg... Um, van egy live. Ideges lesz. Radna értitek, ideges, és a dohányzás az nyugtatja az embereket. Nyugtató hatása van a nikotinnak. Szóval ugye mondjuk, felbaszol magát egy live-ban, például itt egy klip. Ez pont múltkor volt a múltkori live-jában. Fortnite- ban megölik, és hirtelen kell neki egy kis levegő, kimegy szünetelni, kell neki egy pill, nyilván mit csinálhat, random a live közepén hova megy, hát nem egy cigit elszívni a teraszra, meg a cím az, amikor ilyen fél óránként kimegy levegőzni, tehát srácok ti kimentek fél óránként levegőzni, ha játszotok, vagy így nem tudom, de én, én annyira nem. És ez a legjobb, amikor őszinte hét, megkérdezek valamit, a szemetekbe hazudik, érted? A szemetekbe hazudik. Tehát nem mondja el, mert ő, ő példamutató akar lenni. Régen volt egy, egy, um, egy videó, ahol végig káromkodott, és rám hogy én miért raktam ezt föl, és hogy, hogy ebbe hogy példamutató, mert végig káromkodik, és a kommentben végig őt szidják. És így mondtam, hogy én levehetem, de játszottunk, és csak ez volt a videó, hát most nem tudok vele mit csinálni, ha végig káromkodott. És mondta, hogy ő mindig is példamutató volt, meg példamutató akar lenni, és hogy ez nem, nem ilyen. Mondom, Szerintem az nem példamutatás, hogy a nézőidnek hazudsz, meglapod a nézőid, meg ilyenek. Tehát szerintem ez most itt, 2019 áprilisában, szerintem ez nem példamutató. Lehet, hogy a nézők nem tudnak róla, lehet, hogy neked az image azt mutatja, hogy te milyen példamutató vagy, hogy te milyen szent vagy, de rohadtul nem. És ezt te is tudod magadba. Mondjuk lehet, hogy te nem ismered fel, mert, mert neked szerinted ez a jó tartom, szerinted ez a jó, szerinted ez az élet lényege, hogy nem tudom, mindenki gazdagabb legyél, vagy én nem tudom, Nyilván, tehát érted, sikeresnek kell lenni az embernek, de nem feltétlenül úgy lehet csak sikeres, hogy lehúzom minél több ártatlan, manipulatív nézőt, akik teljesen ártatlanok és teljesen a jót akarják látni benned, de te pedig kihasználod azt, hogy ők a jót látják benned, és azt, hogy ilyen pozitívak feléd. Szóval, ahogy említettem, srácok, amikor adhagytuk Gerit 2017 végén, akkor elindult neki egy ilyen, egy ilyen downfall, tehát egy, egy esés amikor leesett a nézettsége, már nem tehetett meg olyan dolgokat, hogy a mesterem cita elvár dolgokat, de nem teljesíti a dolgokat, és a cégek elkezdték szépen lassan észrevenni, hogy e és egy amit gyárt, és, és, nem akarnak vele dolgozni. Ám Geri ekkor valami olyasmi volt, hogy a videós volt, már nem akart vele tovább együtt működni, nem akartak új gerillás termékeket bevezetni, ami Gerinek nyilván rossz volt, mert hát nem lesz elég pénz úgy nyilván, és Geri Hát Gerinek jön az önsajnáltatás királya, küld egy sírós képet a videós bolt vezetőségének. Tehát, srácok, gondoljatok be, nézzetek rá erre a szegény sírós képre, hát nem megsajnáljátok, hát neki, úgyis gyűjt, 500 dollár gyűjt egy 12 órás live-ra. Hát nem akartok, figyelj már, ha lenne annyi a paypal már utalnám át konkrétan, mert 12 órás live-ot akarok. De hát nyilván vannak olyan emberek, akik naponta streamelnek annyit, de neked 500 dollár kell, mintha nem lenne elég. Amúgy, de hát srácok, ha nem donételtek, akkor csak 50 perces live-okkal kell bejerjétek. Viszont ezt a témát a eltérő volt, csak gondoltam, megemlítem az a lényeg, hogy Gerit már majdnem kirakták a videós boltból, de kellett neki egy utolsó leket, ő elkezdett megint mesterem szézni, mert ez, ez volt a kikötés, ugye, hogy játszik kellett a szerókon, lett egy izé TNT rán, ami Gerinek a nagy találmánya volt, mentek a mindenféle Minecraft sorozatok, mert Geri ugye nem akarta nyilván, hogy a videós boltba kikerüljenek a gerilás termékek, mert hát nyilván az nagy bevétel is. és én egyébként lehet, hogy full toxiknak vagyok, lehet, hogy, hogy full olyannak tűnök, akinek mindig baj, hogyha pénzt keres, de nem, az nem baj, ne értsetek félre, srácok. Én tisztem, valaki annyira ügyes, hogy a videózásban megél, hogy ezt egy cégnek alapítja, hogy ebből megpróbálja a legtöbbet kihozni. De srácok, nem úgy kell kihozni a legtöbbet ebből, hogy lehúzod a nézőid. Gondoljatok bele. Gondoljatok bele, hogy te itt vagy most, nézed a videót, te egy nagy videós lennél, és így jön egy ilyen ötlet, hogy hallod, már nem keresek annyit, mint eddig. Szerintem húzzuk le a nézőimet. Nem jó ötlet, és akkor jön a haverod, aki ért bármihez, hallod, fú, ennél jobb ötleted még nem volt, és akkor ezt csináljátok. És azt a nézőtáborod, aki maradt, aki téged szeret, ezt csinálod velük. És mondod nekik, hogy te szereted őket, de ezt csinálod nekik, ezt adod nekik. Nem tudom, srácok, de szerintem nekem, nekem ez valahogy nem stimmel. Szerintem, ha, én szeretem a nézőim, akkor nem húzom le őket. Legalábbis ez az én, ez az én saját véleményem, de lehet, hogy én nem vagyok elég gerincszelen, ki tudja. Szóval most letérünk arra, hogy Gerit nem érdekli a nézettség. Ugye most mióta szétváltunk, azóta voltak ilyen le- és felidőszakai, nyilván amikor mást bevont, akkor feljebb ugrott, nyilván ez ahogy megy ez YouTube-on, de amikor átjött Twitch-re, akkor twitch is azért még egész jól men neki, mint mindenkinek, amikor átmegy Twitch-re, akkor jól megy, de aztán egyre jobban kezdett leugrálni, Egyszer volt egy Hearthstone live, amivel így benéztem, mert érdekelt. Um, 40-en nézték, úgyhogy 20 perce ment, és panaszkodott már arra, hogy már a Twitch sem küldi értesítés, pedig nagyon is küldött, csak más nem érdekelt az a Hearthstone, és ő 40 embert érdekelt, panaszkodott, hogy nem küld értesítést, 20 perc után lenyomt, és elkezdett fortnite ozni mert ott több a néző. Egyszerűen ennyire nem tudja azt tanúsítani, hogy, hogy ott nem érdekli a nézőszem. Tehát nagyon is érdekli, csak azt próbálja behazudni magának és nektek is. Szóval volt egy Chego Live még régen, 2017-ben, ahol 500-an nézték, és végig arról sírt. másféln keresztül az volt, hogy miért vannak ilyen kevesen, teljesen ettől elmegy a kedve, meg hogy hol vannak a gerillák, csak ti vagytok igazi gerillák, stb. stb. És egyszerűen ki akar ilyet nézni, ki akarja azt nézni, hogy valaki sír a nézettség után. Utána csinált egy videót arról, hogy hol vannak a gerillák, hogy, hogy itt van 100 ember feliratkozva rá, és hol vannak. Gyakorlatilag számon kérte a nézőit, hogy miért nem nézik őt. Ez volt, utána pedig 2017. október 17-én feltöltött egy Töntöttem nevű videót, ahol beírt egy ilyet, hogy Megkérdezhetem, hogy mi azok annak, hogy mostában elnéptelenedtünk a csatornán? Se videón, se live-on, semmi eredmény, nehezen bírja ezt az ember. Én már kezdem feladni, és ezt viccen kívül mondom. Nem tudom, mi lesz legközelebb, jelentkezem egy erről szóló videóval, mert én lassan tönkre megyek. Igen, szóval ez a szakásos Geri, aki önsajnáltatva próbál visszajönni valahova, és amikor az nem jön be, akkor szerez valakit, hogy legyen nézettség, és amíg van nézettség, kihasználja, aztán megint ez is. Ez egy, ez egy körforgás, és ez a körforgás megy már 2017 óta. Lehet, hogy itt nem vettétek észre, de ez a körforgás. Mindig, mindig leesik a nézettség, aztán kijön valami, jön valami új ötlet, ne nézze videó, be a berki, valaki jön, és indul a körforgás újra és újra még egy kis apróság ide a végére az az, hogy Gerinek nagyon, Geri nagyon szeret ígérgetni dolgokat, amiket nem tart be. Nyilván ezt nektek is feltűnt videókban, mint például a nyereményjáték, amit nem küldött be, megígérte, hogy kiküldi. Nagyon szegény Geri mesternek is feltűnt, hogy dolgozott egy intro, amit Gary-nek csinált, körülbelül 30 órát, 20-30 órát dolgozott vele. Szóval gondoljátok bele, hogy azért egy, egy, normális fizetés is lehetne kapni, mert azért ez egy jó hosszú munka. És Geri mondta, hogy odaadja neki az egyik softboxát ingyen, és ugye Geri mert meg Geri mester megcsinálta neki az intrót, Geri áthozta a szobboxot, Geri Ipszony áthozta a szobboxot, odaadta Geri mesternek, és így, így lass, mi az halkan így megjegyezte, hogy öm, hát azért még, még csinálhatnám mást is, hogy ez meglegyen, meg hogy streamekben így viccelődött azzal, hogy most még a csicskája, idézésen a csicskája, mert ő adott neki egy szobboxot meg hát nyilván nekünk is ígért mindent, a csinálsz Index képet kapsz ezt, ha megvágod a videót, kapsz ezt, stb stb stb, stb. 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 soha nem kaptunk semmit, de ez a butaság része, mivel hogyha a barátod egy ilyen szakmában dolgozik, úgymond, akkor egy indexképet megcsinálsz ingyen, és nem is kell szívesség, tehát érted, kisegíted, nem kell ligergetni dolgokat, megcsinálod, mert a haverod is segíteni akarsz neki, és te, hogyha hülyeséget ígérjedsz, amikor soha nem tartasz be, az szarabb, mint hogyha ingyen meg kell csinálni, mint én azt az ilyesem megcsináltam, ingyen minden, de ha ígér valamit, és utána meg nem tartja be, az higgyétek el, sokkal rosszabb, mint hogyha nem ígért volna semmit. Itt pedig el is érkeztünk a videó végéhez, szóval szeretném megköszönni mindenkinek, aki végignézte azt a videót, vagy részeket megnézett belőle, és annak is, hogy ezt el tudtam végre mondani, mert higgyétek el, én nagyon sokat gondolkoztam ezen, és mindig voltak olyan időszakok, amikor nagyon be voltam trigger előtt, hogy újban uh, most meg kell csinálni, uh, most meg kell csinálni, és mindig féltem, mindig féltem, hogy mi lesz a vízhang, mi lesz a, a válasz erre már, mint hogy mennyire leszek hételve, de most eljutottam arra a pontra, hogy már annyira nem érdekel, hogy mennyire leszek hételve, csak most már jöjjenek rá az emberek, hogy mi folyik a hátuk mögött, és mi az, ami tényleg történik. Szóval ennyi voltam, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Um, a diszlájkokat -like szívesen fogalom, de egyébként egy értelmes kommentet is. Mindenféle kommentet elfogadok, pozitív vagy negatív feedback, amit szeretnétek, de remélem, hogy segítettem valakinek ezzel is. És... és Geri, neked pedig remélem, lett egy ici-pici büntetet, legalább azok a dolgok miatt, amiket te csináltál velünk, vagy a nézőid. De bár nem hiszem, hogy ismerlek, de lehet, hogy azóta sokat változtál, és már, már nem ilyen vagy, de Na, azt nem hiszem igazából, úgyhogy ezt inkább vessük is el, vegyetek lambox jó... Uvar, ó.